Oda is. Tudod, de hogy eredetileg? Őshonos fafajtákat ültetnek a zombai általános iskola tanulói. A több mint 10 éve itt működő Zöldalma Klub kezdeményezésére kezdtek környezetszépítésbe a diákok és a pedagógusok. A fákat a régi szeméttároló helyére ültették. Először a lyukat kiássuk, utána beleállítjuk a fát, valaki fogja, addig a lyuknak a feléig földet kapálunk bele, utána megöntözzünk, várunk egy kicsit, és újra rákapaljuk a földet, úgyhogy már a teljes lyukat befedje. Védjük a környezetet, én már ugye most volt az Amazóniában is ugye kipusztult, vagy égették a fákat, és ugye ott is több ezer fa elpusztult, és mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy itt zombán, itt is vagy kárpótoljuk ezeket a fákat. A pedagógusok célja, hogy a faültetéssel környezettudatosságra neveljék a gyerekeket, amit ők nagyon élveznek, mondta a Zöldalma Klub vezetője. Jelenleg egy európai program részét képező tevékenységben dolgozunk. Ültess egy fát a földnek, a program címe. Jelenleg 70 darab őshonos fát ültetünk, 30 zöldalmás diák segítségével. Ahol most állunk, az egy egykori szeméttelep volt, a szeméttelep rekultivációja történt meg, és ide történik a facsemetéknek az ültetése a diákok és a kedves szülők, illetve az önkormányzati dolgozók segítségével. A következő programunk egy nagyon érdekes lesz. Úgy hívjuk a következő programunkat, hogy köszönöm szépen, nem kérek szatyrot. Szeretnénk a gyerekeket arra ösztönözni, hogy olyan felnőtté váljanak, hogy a kis táskájukban legyen mindig egy összecsukható szatyor, és a boltban ne nyúljanak a nájlonzacskóhoz, hiszen tudjuk, hogy a nájlon milyen óriási szeméthalmaz képez már az óceánokban. Fontos a példamutatás, fontos megértetni a felnövő generációval, hogy óvják környezetüket. Ezt mondja az akció kapcsán Zomba polgármestere. Tulajdonképpen a gyerekeken keresztül próbálja a családokat is egy picit ebbe a környezet tudatos életmódba nevelni. Tudjuk nagyon jól, hogy a mai világban hát eléggé elfajultak ezek a dolgok, és itt a kemizálás, meg a különböző egészségtelen táplálkozás az elég rossz irányba viszi el a társadalmat. Hát tulajdonképpen ezek a gyerekek, ez a 12-14-15 éves csoport, ezek arra nagyon alkalmasak és nagyon jók, hogy rajtuk keresztül elérjük a zombai családokat. És az, hogy itt ma elültetünk 80 fát, és ez folytatódik, hiszen most egy olyan területen vagyunk, ami valamikor egy rekultiválásra ítélt terület volt, egy régi hulladéklerakó rekultivált területe, ami gyakorlatilag tápanyagba feldagazdagítva áll most itt előttünk, tehát a fáknak egy csodálatos tápanyagot adó terület ez, és valamikor is erdő volt ez, hiszen itt ennek az ősi területe, mondhatnánk azt, hogy egy téglagyári agyakilelő hely volt. Ide került valamikor, hát elmondhatjuk most már illegálisan a hulladék, amit rekultiváltunk, és visszaállítjuk azt a mondhatnám azt, hogy 20. század elejé állapotot, ami valamikor itt uralkodott, fásítunk. Ugye őshonos fákba gondolkodunk, ami most a trendi Magyarországon, őshonos magyar fák, hát itt a kőr is, és a erdei juhar az, amit most betelepítettünk. És mint említettem, nem az az első mozgalmunk, hiszen tavasszal egy másik területen 40 darab nyárfát ültettünk el. Ez is szintén egy olyan hasznosított terület, ami egy pályázat útján egy csapadékvizes rendszer kapcsán kiépült úgynevezett záportározónak az övezetére került, tehát oda nyárfát ültettünk, mivel az vizesebb terület, tehát mindig megtaláljuk azt az ideális állapotot, ahol jól érzik magát a növények jól érzik, a gyerekek jól érzik, a felnőttek jól érzik magukat, és köszönjük szépen, jól vagyunk zomban. Több mint 30 zöldalma klubos diák vett részt és ültetett fát a program során.